Megemlékezésünk első felszólalója nem egy átlagos felszólaló. Nicolas 2004-ben francia politológus hallgatóként tanult az egyetemen, és egy magyarországi látogatása során ismerkedett meg hazánk sokszor tragikus történelmével. És még abban az évben kapcsolatba is került a 64 vármegye ifjúsági mozgalommal. A 2006. június 4-én Versailles-ban megtartott Trianon felvonulás szervezésében jelentős szerepet vállalt, jelen volt a 2007-es budapesti megemlékezésen is, de 16 évvel ezelőtti beszédével ellentétben ezúttal életében először magyarul fog felszólalni. Fogadjátok nagy szeretettel Nicolas de Lambertoryt! Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves barataim és bajtársaim! Megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek, és meghozhatom néhány gondolatomat a trianoni békediktatum 103. évfordulójának szomorú emléknapján. Régen volt már alkalmam erre, hiszen utoljára 2007-ben, szóval 16 évvel ezelőtt voltam itt veletek. Ezért is öröm számomra itt lenni, hogy ennyi év után is ismerős arcokat látok, mert ez azt jelenti, hogy sokan közülünk kitartottak a számunkra fontos küzdelmekben. Ugyanakkor jó is ilyen sok ismeretlen arcot látni, mert ez viszont azt jelenti, hogy az évforduló nem csupán a régi harcosok találkozója, de új generációk is léptek a korábbi évtizedekben mások által megkezdett ösvényekre. Minden történelmi megemlékezés általában két dolgot foglal magában. Az eseményre, mint olyanra való emlékezést, és azt a jelentését, amelyet a mai helyzetben próbálunk adni neki. Francia származásom miatt a trianoni tragédia témájában való megszólalásom különleges feladat. Azonban, hogy egy híres mondást idézzek, magyar az, akinek fáj Trianon. Ezt az idézetet többféleképpen lehet értelmezni, de a magam részéről én ezt az értelmezést adom neki. Magyar az, akinek fáj Trianon, azt is jelentheti, hogy egy nem magyar ember egy kicsit magyarra válik, ha osztozik ebben az érzésben. Tény, hogy a trianoni katasztrófa után sok nem magyar ember is osztozott a magyarok fájdalmában. Ilyen volt például a brit Lord Rothermer, vagy a több száz boszniai muszlim harcos, akik részt vettek a rongyos gárda csataiban. Több száz, hanem ezer könyvet írtak Trianonról. Egy mondat gyakran felkeltette a figyelmemet, amikor Trianonról szóló könyveket olvastam, ez pedig Lloyd George, brit miniszterelnök egyik mondata, idézem, az összes dokumentum, amelyet szövetségeseink a béketárgyalások során átadtak nekünk, mind hamisítvány volt. Mi hamisítványok alapján hoztunk döntést. A legtöbb állam, amely ezekre a hazugságokra és a Szent Istváni Királyság romjaira épült, a belső széthullás heves időszakait élte át. Ezek a tragikus események azonban nem tettek igazságot a magyaroknak, akik néha még ezeket a háborúkat is megszenvedték, amelyeknek semmi közük nem volt hozzájuk. De legyünk realisták, Lloyd George állításai ellenére nincsen kevésbé tájékozott ember, mint az, aki nem is akar tájékozódni. Kedves barátok, Trianon bizonyos értelemben az egyik legjobb példa a nyugati képmutatásra.
A nyugat ereje abban rejlik, hogy képes olyan hazugságokat gyártani, amelyek rendkívül meggyőzőek. Egyes emberek gyengesége, vagy akár árulása az, hogy elhiszik ezeket a szép történeteket. Egy évszázaddal ezelőtt Magyarországon az ilyen embereket Károlynak hívták. Ők lefegyverezték Magyarországot pont akkor, amikor a legjobban szüksége volt a hadseregére, mind a külső, mind a belső veszélyekkel való szembenézéshez. Sok Károly van ma is közöttük Magyarországon. Akár csak a 100 évvel ezelőtti Károlyák, ők is fel akarják áldozni a magyarokat idegen almokért vagy érdekekért, és ha kell, Párizsban vagy máshol fejezik be életüket, miután véghez vitték romboló munkájukat. Az első világháború legcsodálatosabb hazugsága, amit a francia iskolában tanítottak nekem, hogy Wilson amerikai elnöknek köszönhetően az a háború az úgynevezett népek önrendelkezési jogát erősítette meg. Azt hiszem, nem kell magyaráznom, hogy ezt a jogot a magyaroknak nem adták meg. Sem 1920-ban, sem 45-ben, sem ma. Manapság a nyugatot csak azok a kisebbségek érdeklik, akik szexuális irányultságuk alapján határozzák meg magukat, és evente egyszer felvonulnak itt, az Andrássy úton, egy olyan rendezvényen, amely még arra sem veszi a fáradtságot, hogy magyar nevet adjon magának, bár hogy kivetelésen megbocsátjuk nekik, hogy ez esetben nem a magyar nyelvet használják. Kedves barátaim! Teleki gróf 1941-es öngyilkossága után Winston Churchill brit miniszterelnök kijelentette, hogy a világháborút követő békétárgyalások során a tárgyaló asztalnál egy üres széket kell hagyni a magyar miniszterelnök tiszteletére. Ez a szék 1945-ben nyilvánvalóan már nem létezett. Az első világháború során elkövetett hibák kijavítására így sosem került sor. Trianon egy történelmi lecke a magyarok számára. A két világháború alatt a német hatalmak a magyarokat is háborús részvételre kényszerítették. Tisza gróf 1914-ben nem akart belefolyni a háborúba, úgy, ahogy Teleki gróf sem 1941-ben. És ennek ellenére Magyarország egy világháborúban többet veszített, mint Németország a két világháborúban együttvéve. Tisza és Teleki józan alamférfiak voltak, akik tökéletesen megértették, hogy Magyarországnak ezekben a háborúkban sok vesztenivalója van, és semmi más haszna, mint hogy másokért a vérét ontja. A magyarok fájdalommal emlékeznek erre, és kétségtelenül ez az oka annak, hogy sok magyarnak mélyen gyökerezik az a vágya, hogy távol maradjon a szomszédos országban jelenleg zajló konfliktustól. A magyarok ösztönösen megértik, hogy ebben a háborúban semmi keresni valójuk nincs. Ezt a nyugatiak nem akarják megérteni, de mint már mondtam, nincs kevésbé tájékozott ember annal, aki nem is akar tájékozódni. Kedves barataim, annak ellenére, hogy néha akar szembe mennek egymással, a Kárpát-medence és Közép-Európa népei ugyanazokkal a problémákkal küzdenek. A gazdasági gyarmatosítással és a demográfiai összeomlással. Az alacsony demográfiai ráta mellett a kivándorlás, de most már a bevándorlás kettős problémájával is szembesülünk, hiszen csendben nagyszámú külföldi munkavállaló érkezik hozzánk, és ez Budapestre épp úgy igaz, mint Prágára
vagy Varsóra. Határozottan el kell utasítanunk azokat, akik azt javasolják, hogy pusztítsuk el, ami megmaradt a népesünkből és a gazdaságunkból azért, hogy egy külföldi háborút vívjunk. Határozottan el kell utasítanunk azokat, akik megpróbálnak minket egymás ellen hangolni, annak érdekében, hogy gazdaságilag, kulturálisan és politikailag uralkodjanak felettünk. De ahogy külföldi ismerőseimnek gyakran mondom, soha ne várják el a magyaroktól, hogy a trianoni diktatúmot igazságosnak tekintsék. Soha. Kedves barátaim! A történelmüket sújtó számos tragédia ellenére teljesen meg vagyok győződve arról, hogy a magyarokban még mindig megvan a lehetőség, hogy útmutató és dicsőséges nép legyen. A magyarok ma is olyan presztízset élveznek Európában és világszerte, amely sokkal nagyobb, mint Magyarország jelenlegi hatalma. A trianoni tragédia Magyarországot úgymond kis országa tette, de nem akadályozta meg, hogy Magyarország nagy nemzet maradjon. Tehát utasítsuk el a merjünk kicsik lenni gondolatot, és helyette hirdessük, merjünk csodálatosok lenni. Isten óvja Magyarországot, köszönöm a figyelmet!